Ahogy talán már megszokhattátok az elmúlt időszakban, ugye Péter első levelét szoktam strapálni, és szeretnék most is ebben tovább haladni. Ugye az alcíme az üzeneteimnek mindig az, hogy Péter Evangéliuma X. rész, és most is ezt szeretném tenni, és ö, elsősorban azért, mert ez egy nagyon-nagyon fontos levél abból a szempontból, hogy mi az Evangélium fontosak a hangsúlyai, fontosak a kielentései, fontosak az arányai. Nagyon fontos az, ahogy Péter az élete végén summázza, összefoglalja ebben a levélben az evangéliumnak az üzenetét. És láttuk az első fejezetben, hogy az első fejezet fő üzenete és fő mondani valója az, hogy az evangélium arról szól, amit az Isten tett értünk. Nem rólad szól, nem rólunk szól elsősorban, hanem arról szól, amit az Isten értünk tett. És nagyon fontos tudni és látni, hogy Isten két módon fejezte ki a szeretetét az irányunkba. Az egyik maga az alkotás, maga a teremtés. Jobb könyve azt mondja, ha Isten önző valaki lett volna, aki csak magával törődik, nem alkot és nem teremt semmit. Önmagában az a tény, hogy Isten alkotott, hogy Isten teremtett, hogy gondot akar viselni az ő teremtményeiről és a teremtett dolgokról, azt jelenti, hogy Isten egyáltalán nem egy önző valaki, hanem olyan valaki, aki szeretné a szívét megosztani. A teremtményeivel. Ahhoz hasonlítottuk ezt, mint amikor mi gyermeket vállalunk. Nem a gyermekeink akarnak megszületni. Mi akarjuk, hogy gyermekeink legyenek. Nem a gyermekek azok, akiknek ki kell követelni, hogy ők megszülessenek. Mi akarjuk, hogy ők legyenek, hogy ők megszülessenek. És lehet, hogy erre a világra van, aki úgy született, hogy nem akar gyermek volt. Ilyen is van, ez egy szörnyű, ez egy tragikus dolog. Isten úgy tervezte, hogy mikor egy ember megszületik a világra, az maga legyen az eufória. Eufóriába fogadjon, eufóriába szülessen, eufórikus öröm vegye körül a megérkezését ebbe a világba, ebből a középsőt Éva elbukta. A születés eufóriáját ugye az másképpen van, de ez, egy, ez is egy profétai üzenet, nevezetesen az, hogy a bűneset miatt az embernek szenvednie kell, de mindig van reménység. Mindig értelmes a szenvedés akkor, ha van miért szenvedni, mert valami születni fog belőle, mert valami létre fog jönni belőle. És ez, az, ez ad nekünk kitartást és lehetőséget arra, hogy a szenvedések közepette ki tudjunk tartani. Isten ígéretei, Isten reménységet ad nekünk. Isten ezeket a dolgokat azért mutatja meg nekünk, mert lehet, hogy nyomorúságon kell, nehézségen kell keresztül mennünk, ahogy Pál megírja Timótausnak, hogy sok nyomorúságon, sok szorongattatáson keresztül kell nekünk bemenni az Isten országába, de ezt a szorongattatást el tudjuk viselni, mert van reménységünk. A Timóteus levélben is azt mondja Pál, olyan ez, mint a szántóvető reménysége. Izzadságos, kemény munka, szántani vetni. De mikor a szánt, a szántóvető és elfárad és izzad, tudja, hogy lesz eredménye, lesz Ugyanígy a sportoló, maga tűrtőztető, sok mindenben meg kell feszítse a testet, keményen kell edzenie, és néha lehet, hogy elege van. Egy, e, ugye én is voltam atléta, és a, 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 időnként úgy voltunk vele, mikor a 1800 métert kellett futni, és meg kiköptük a tüdőnket, és görcsölt a lábunk, és minden, és az edző azt mondta, hogy újra álljunk a lartvonalhoz, de most itt a vége, hagyjuk abba. De mégis az ember egy cél, hogyha van egy cél a szeme előtt, akkor ez a szenvedés ez nem öncélú, nem arról szól, hogy szenvedünk a semmiért, hanem van egy célunk, és ha kell, szenvedünk is a célnak az elérése érdekében. Vagy ugyanígy, ugye a katona a harmadik példa, amit hoz Pál Timóteusnak, hogy egy katona se elegyedik bele az élet dolgaiban, hanem felkészül a harcra, felkészül a háborúra, felkészül arra, hogy az életét kell kockáztatnia, és ott bizony az, hogy felkészült vagy nem készült fel, az élet és halál kérdése adott esetben. És mi is így vagyunk, hogy egy olyan világban járunk, bárányként, ami tele van farkasokkal, és nagyon észnél kell lennünk ahhoz, hogy, hogy ne szaladjunk bele olyan sebes sebekbe és sebesülésekbe, amelyek egyébként el is elkerülhetetlenek, de legalább mi ne okozzunk magunknak, vagy mi ne okozzunk egymásnak. Tehát ez az Isten jó szándéka és jó indulata és szeretete önmagában abban megmutatkozik, hogy alkotott, hogy teremtett, hogy létrehozott téged, hogy beleszülettél ebbe a világba. És mondom még egyszer, lehet, hogy nem akar gyermek voltál, lehet, hogy véletlenül jöttél a világra, vagy annak ellenére jöttél a világra, hogy, hogy szerették volna, hogy erre a világra megszüles, de Isten akkor is akar téged. De ami ennél sokkal jobb hír, hogy újjászületni viszont nem tudsz csak Isten akaratából. Így van megírva, hogy a Jakab ezt mondja, az ő Akarata szült bennünket az ige által. Isten akarata szült bennünket. Olyan nincs, hogy te újjá születtél, és akkor Isten azt mondja, hogy jaj, becsúszott. Ezt nem terveztük, csak így alakult. Mert meg volt a létszám, és ez most itt a létszám fölött lett. Ilyen nincs. Isten akart téged. Isten akarta, hogy újjászülessél. Nem tudsz Isten akarat nélkül újjászületti. Nincsenek nem akart, nem kívánt gyermekek az Isten országában. És ez egy nagyon fontos igazság. És Isten minden egyes megváltott gyermekéért kifizette a drága árat, odaadta a drága árat. És azért engedte meg az ördögnek, hogy ilyen drága árat követeljen, értünk, mert az Isten akarta, hogy tudjuk, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Akarta, hogy tudjuk, hogy mi mindent ö, odaadna értünk, és még azt is odaadta értünk, ami önmagánál is nagyobb volt, és önmagánál is több volt, amit egy atyától nem lehet követelni egyébként. És emlékeztek rá, hogy beszéltem erről, hogy amikor uh, 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 ugye keresztényként olvastam a Bibliát, eljutottam Ábrahám történet, két ilyen történt, a meg Ábrahám, amikor bevágtam a Bibliát a sarokba, de Ábrahám története volt az első, ami megbotránkoztatott. Addig minden szép volt, jó volt, olvastam az evangéliumokat, hú, jó, minden, hú, oké, okay, gyógyulás, szabadulás, minden rendben van. A tíz csapásnál már úgy voltam, hogy jó van, nem majd a szemét egyiptomiak megérdemelték. És akkor utána eljutottam Ábrahám történetéhez, és ugye azt mondja neki az Isten, hogy, hogy tedd fel a fialat az oltára egészen égő áldozatul. És ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na nem. Szóval ilyet nem, ezt nem lehet kérni egy apától. Ilyet nem lehet kérni egy apától. És nagyon sokáig nem értettem, hogy ez a történet miről szól, még aztán az Isten megvilágosította, és emlékeztek rá, bizonyságot tettem erről vajtán, hogy Isten csak annyit mondott ezzel kapcsolatban, amikor ostromoltam az eget, hogy már mégis hát ez hogy van, hogy de hát barátok voltunk. A barátját kérte meg az Isten, és a barátja bízott benne annyira, hogy azt mondta, hogy odaadom a fiamat neked, mert tudom, hogy te mindenható Isten vagy, te jobban szereted őt, mint én, és hogy itt valami olyan fogsz belőle kihozni, amit én lehet, hogy nem tudok elgondolni, lehet, hogy nem tudok elképzelni, és azt olvassuk a Héberekhez írott levélből, hogy példaképpen vissza is kapta. A feltámadás példájaként visszakapta. Mert az Isten nem azt akarta Ábrahámtól megtudakolni, hogy ő mire áll készen, hanem arra akarta megtanítani Ábrahámat, az ígéretek és a szövetségek ígéretének az örökösét, hogy mi az, amire az Isten készen áll, te érted, és én értem. És így lettünk mi az Isten országának a részesei és a tagjai. És az, hogy megtérhettünk, az is Istennek a munkája. Nem tudunk megtérni csak akkor, ha az Isten megszólít bennünket, ha az Isten uh, uh, hív bennünket. És miután megtértünk, akkor is az Isten szeretett gyermekei vagyunk, aki körülvesz bennünket az ő kegyelmével, körülvesz bennünket az ő szeretetével. Nem egy olyan uh, Istenhez tértünk meg, aki azt mondta, hogy na jó van, eltöröltem a bűneidet, de mostantól fogva nagyobb bajban van mert eddig a tudatlanság idejét megbocsájtottam, de most már nem vagy tudatlan, ezért minden egyes bűnőt duplán, triplán számít. Nem, egy családba tértünk meg. Ahogy egy gyermek megszületik egy családba, nem támasztanak vele kapcsolatban irreális elvárásokat. Ahogy mondtam is, hogy amikor a gyerek kimondja, hogy papa meg mama, az egész család boldog. Újong. Ha belenyomja a kaktuszt a bilibe, mindenki körbeírják az SMS-eket, hogy végre. Nem azt nézzük, hogy mit nem tud, hanem azt nézzük, hogy mi az, amit már tud. Hogy hogy bontakozik ki mindaz a nagyszerűség, ami vele együtt erre a világra érkezett. Hogy hogy fejlődik a kis személyisége. Mit vett észre, mit ismert fel, mit tud már kifejezni, mit tud már mondani, mit hagyott már el, és milyen szent szokásokat vett fel. És örülünk és újjungunk, ha bármit is meg tud tenni, ami emberrét, emberhez méltó és kis ösztön lényből egyszerűen emberré válik. És az újjászületéskor is Isten így tekint, ezért lettünk az ő szeretett gyermekeivé. Nem azt mondja János, hogy Isten fiai, hatalmat kaptunk, hogy Isten fiai legyünk, hanem hogy Isten gyermekei legyünk, kisgyermekei, szeretett gyermekei, akiket ő a szeretetével, a jóságával vesz körül. És lehet, hogy végigordítja az egész éjszakát, de akkor is szeretjük. Nem vagyunk boldogok tőle. Mert kipihentek se. De az Isten nem fárad el. Nem fárad bele, hogy dajkáljon bennünket. Nem fárad bele, hogy tápláljon bennünket. Nem fárad bele, hogy szeressen bennünket. És hogyha azt látjuk, hogy egy gyereknél valamilyen fejlődési rendellenesség lép fel, mit csinálunk? Rohanunk, megyünk minden. Ilyen terápia, olyan terápia, víz alatti, víz feletti, víz melletti, nem tudom én micsoda, megyünk, és fejlesztő, pedagógus, és ez meg minden, stb. Mindent megteszünk érte, hogy a lehető legjobban és legzavartalanabbul tudjon fejlődni. Mert szeretjük, mert hiszünk benne, mert tudjuk, hogy egy nagyszerű felnőtt ember lesz, egy nagyszerű kiváló férfiú, leányzó lesz belőle. És az Isten, amikor újjászült téged élő reménységre, ugyanezzel a hittel szült téged újjá. Nem úgy szült újjá, hogy na, jó, van, hüle gyerek, legyél hátul kidna pajtába, ottan megvetjük neked az izegő szalmát, és akkor ottan el lehetsz. Nem, ugyanazzal a hittel, ugyanazzal a reménységgel szült meg téged, ahogy te apaként és anyaként vagy a gyermekeid iránt, és ahogy te szereted őket, és te hiszel bennük, és te mindent megteszel értük, és a legtöbbet azért teszed, amelyik a legnagyobb bajban van, vagy a legnagyobb gondban van. Akkor veszed elő minden képességedet és szeretetedet, aki, aki félrement, aki félrecsúszott, aki, aki problémás aki nehézségekbe került, aki rossz döntéseket hozott. Dupla energiával, triplával, megtriplázott, felturbózott erővel mész oda atyaként azért, hogy az egyenes útra ö, ö, visszatudjon térni az a gyerek, visszatudjon térni az, a, az az ember. Isten országában nincsenek zabi gyerekek, Isten országában nincsenek árvák, Isten országában nincsenek atyátlanok, Isten országában nincsenek nem fontosak. És ez, ez a fundamentum, ez az alap. Ha ezt érted, ha ezt tudod, és érzem, hogy, hogy még nem is megyek tovább, visszatérünk újból leverjük. Nagyon fontos, hogy ebbe beleépüljél, hogy erre ráépüljél, hogy ezzel tisztában legyél, hogy kicsoda az Isten neked, és te ki vagy az Istennek. Szeretett gyermeke vagy, akiben gyönyörködik. Ki tudod mondani a száddal, Isten szeretett gyermeke vagyok, akiben gyönyörködik. Ízlelgessük, Isten szeretett gyermeke vagyok, akiben gyönyörködik. Aki, akinek örül, örül az Isten, hogy eljöttél ma ide, örül, hogy dicsérted őt, örül, hogy együtt vagytok, örül, hogy szólhat hozzád, örül, hogy szólsz hozzá. És édesanyámnál előkerültek a régi rajzok, amiket mi rajzoltunk neki még anyák napjára, meg mit tudom én, meg az unokái rajzoltak neki, kis Ákombákom rajzok. És hát ott ö, gyönyörködött benne, és akkor egész órákat eltöltöttünk vele. Gyönyörűség, szépséges. Nem állítják ki a galériába. Nem fogják milliókért elárverezni. De nekünk a legszebb, a leggyönyörűbb, a legcsodálatosabb, mert a mi, mieink, a mi gyerekeink. És kifejezték magukat, a maguk kis csökevényes módján, és te is eljöttél ide, és fahangoddal elénekelted, hogy szeretlek, uram. Nem hívnak meg a milánói Skálába, hogy te fel, de Isten gyönyörködik benned. Gyönyörködik benned. Most úgy érzem, hogy ezt még sokat kéne mondani, mire tovább mehetnék, de nézzük akkor a mai igénket. Ma a második részben vagyunk, és a kilencedik verstől van a mai igénk, ami így szól, és kapcsolódik ahhoz, amit egy rövid felvezetésben elmondtam. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra találtatok. Négy dolgot mond az első vers. Választott nemzetség, ugye genosz, királyi papság, Szent Nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Választott nemzetség, egy olyan nemzetség, amit Isten magának kiválasztott. Királyi papság, Szent Nemzet, Isten tulajdonba vett népe, amiért Isten árat fizetett. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Miért mondja ezt Péter? Azt mondja, ezek vagytok ti. És itt már nem az egyénről van szó, itt már a közösségről van szó. Itt már az egyházról van szó. Itt már arról van szó, hogy van egy nép, van egy nemzetség, van egy papság, van egy olyan etnosz, egy olyan nép, akit az Isten megvásárolt a maga számára. Noha minden az Istené, mégis az Isten újból eljött, a zsebébe nyúlt, és azt, ami egyébként az övé, és amit erővel, jog szerint visszavehetett volna, mint a saját tulajdonát, azt újra megvásárolta és megvette. És pontosan erre utal itt a második rész, aki nem nép voltatok, Hóseás prófétára, a botrány prófétára, A szent emberre, akinek az Isten azt mondta, hogy vegyen feleségül egy lotyót. Egy rossz hírű nőt. És ez a rossz hírű nő három gyereket is szült, és azt lehetett tudni, hogy ki az anya, azt azonban nem lehetett tudni, hogy ki az apa. És el kellett nevezni ezeket a gyerekeket így, hogy nem kegyelmezek, nem az én népem, nem irgalmazok. És amikor ez megtörtént, akkor a végén a történetnek, a sztorinak, Isten szól a profétához, és ad ezzel kapcsolatban két ígéretet. Talán nézzük is meg akkor Hósás profétát. Az első rész 9. versétől azt mondja az írás. Az úr pedig azt mondta, nevezdőt így, nem népem, már születendő gyermeket. Mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok a tiétek. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. Halló? Nem nép voltatok, most pedig azt mondják, az élő Isten fiai vagytok. A második ígéret a következő fejezet végén van, a második fejezet 23. versében. Mert bevetem vele a földet, már hogy Izrael fiaival, és akit nincs irgalomnak hívtak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Ez két különböző ígéret. Az egyik ígéret arról szól, hogy a nép, akit ugye az asszírok majd fogságba visznek, mert itt még csak a tíz törzsről van szó, az a népet az Isten majd visszahozza, és hogy elvetette őket, és azt mondta nekik, hogy nem vagytok az én népem, úgy majd újból elveti őket Izraelnek a földjén, elplántálja őket, és Isten azt mondja nekik, én népem vagytok. Ti pedig ezt mondjátok nekem, én Istenem. Ez a sokaságra szól. Ugye Ábrahámnak Isten két nagyon fontos ígéretet tett. Az egyik egy többes számban szóló ígéret volt, a magja lesz ez a föld. Ez a körülmetélkedésnek a szövetsége. A másik ígéret meg egyes számban szólt egy darab magnak, a Krisztusnak. És az az ígéret pedig úgy szólt, hogy ebben a magban a föld minden nemzetségei megáldatnak. Az egész földkerekség minden embere. És itt is erről van szó, hogy az egyik ígéret arról szól, hogy azokból, akik nem nép voltak, Isten fiai lesznek. A másik ígéret pedig úgy szól, hogy azokból, akiket elvetett az Isten, mert megtagadták őt, azokat az Isten visszahozza, helyreállítja, és újból az ő népe lesznek. Fiak és egy földi nép, egy, egy földi országban elplántált nép. Ez két különböző dolog. A fiak az egy mennyei valóság. A nép, amit elplántálnak a földön, és annyi lesz, mint a homokszemek, az pedig egy másik történet, egy másik valóság. Erről beszél itt a próféta, és nyilván az, hogy ő egy ilyen botrányos dologba bele kellett menjen, hogy az Isten bele küldte őt egy olyan házasságba, ami példabeszéd volt, botrány volt, és rendkívül megalázó volt Hósás számára. Gondoljatok bele, hogy ő Isten embere volt. Egy szent ember. És pontosan azért akarta, hogy ezt a rossz írű nőt elvegye feleségül, mert tudta az Isten, hogy nem lesz hűséges. És nem azért nem lesz hűséges, mert a férje rosszul bánik vele. A férje jó bánt vele, a férje szerette, a férje egy igaz ember volt, aki még a barmának az érzését is ismerte, nem vagy a feleségének. De az asszony ezt nem tudta értékelni. És meg kellett tanulnia azt, hogy mi az értéke egy jó férnek? Mi az értéke egy ilyen kapcsolatnak? Mi az értéke egy ilyen házasságnak, egy ilyen szövetségnek? És Izraelnek is meg kellett tanulnia azt, hogy az idegen Istenek hogyan bánnak vele, és hogyan bánik vele az ő tulajdonistenek. És erről beszél itt Péter, ezt hívja segítségül. De ha visszatérünk a 9. versre, akkor ugye a választott nemzetség, a királyi papság, a szent nemzet, az legelőször akkor bontakozik ki az ígéretekből, amikor Isten kiszabadítja Izrael fiait Egyiptomból, és elviszi őket a sínai hegyhez. Megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorban, és Mózes csak annyit tudott, hogy ki kell, hogy vezesselek benneteket Egyiptomból, ahhoz a hegyhez, ahol az égő csipkebokorban az Isten megjelent. Ezt a jelet kapta Mózes, ez lesz a jele, mondta neki az Isten, hogy ezen a helyen fogtok engem imádni és tisztelni. És mikor megkérdezte a fáró, hogy na mégis hova akartok menni, mit akartok csinálni, akkor Mózes azt mondta, hogy hát nem tudjuk, kimegyünk a pusztába, és ott aztán majd az Isten megmondja, hogy mi legyen. És így is történt, a nép oda jutott a pusztába, és a következő eh, olvassuk a 2 Mózes 19 harmadik versétől, amikor megérkeznek a sínaiba, Mózes fölment az Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Most nézzük meg, hogy mit kellett hirdetni Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak, és Mózes visszajön, hozza a hírt Izrael fiainak, és Izrael fiai nagy vá azt válaszolják, csak mondja az Isten, hogy mit kell, mi meg megcsináljuk. Mi volt az Isten terve? Mit ígér az Isten? Mit akar cselekedni? Mit jelent ki? És azt mondja, feltételes szövetséget kötök veletek. Ha akkor, mit jelent a ha akkor? Vannak feltételek, és vannak feltételek teljesedése esetén ígéretek, amik be fognak teljesedni. Azt mondja az ötödik vers. Ha engedelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor. Tehát mi a két feltétel? Engedelmesen hallgatni és a szövetséget megtartani. Ha az megtörténik, akkor mi lesz? Akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok, királysága és szent nép lesztek. Tehát az ígéret feltételes. Az engedelmességhez van kötve. Ha engedelmes vagy, megtartod a szövetséget, akkor ez fog történni. Miért? Azért, mert az engedelmesség és a szövetség két ö, dolgot ö, tesz veled. Az egyik, hogy papok királysága leszel, a másik, hogy szent nép leszel. Mit jelent az, hogy papok királysága? Ez nem pont ugyanaz, mint a királyi papság. A királyi papságról mi jut az eszünkbe? Semmi? Hát aki pap és király is, akinek a neve az van, hogy nevébe benne van, hogy király, meleg. Melkisédek, melkisédek, persze kétféle papság van, igaz? Az egyik papság a leviták papsága, azon belül az áron házáé, és azon belül az éppen aktuális főpapé. De van egy másik papság, mégpedig a melkisérek rendje szerint. Ez milyen papság a melkisérek rendje szerint való papság? Hát ugye magyarázza, egy egész levél, levelünk van, a héberekhez írott levél, ami magyarázza, hogy a a melkis érek az két szóból áll. Az egyik a meleg, a király, a másik pedig a cedek, az igaz, ugye, a caddik, az igaz ember. Az igaz király, vagy a megigazulás királya. Király, és megigazult. És pap. És tudjuk, hogy Isten megesküdött. És amikor Isten ígér valamit, az, az egy komoly dolog, de ha Isten esküvel erősít meg egy ígéretet, akkor az egy, kikeszthetetlen, változhatatlan ígéret, meg is erősíti a éberekhez írt levél, hogy Isten nem csak megígérte, hanem meg is esküdött. Na, hogy szól ez az eskü? Megesküdött az Úr, meg nem másítja, pap vagy te örökké a melkisédek rendje szerint. Ez az ígéret. Kire vonatkozik az ígéret? Az Úr Jézus Krisztusra. Van tehát egy földi papság, Áronháza, és van egy mennyei papság, az Úr Jézus Krisztus. És akkor mink kik vagyunk? Ő a főpap, és mi pedig vagyunk a... a papok. Ő a főpap, mi pedig vagyunk a papok. Na most hát akkor mi a dolgunk? Mi a dolga egy papnak? Először nézzük meg a jelenések könyvét itt is ugye a Szent Nemzet és a Királyi Papság a szemünk elé rajzolódjon, szeretném a végét is, ha látnátok. Ugye a jelenések könyvének a negyedik fejezetében van egy megnyílt ajtó, a látnak felmegy és látja Istennek a trónszékét, ott a 24 vént, ahogy leborulnak és dicsőíték Isten, mint a teremtőt. És aztán jön a bárány, és ezek a vének már megint leborulnak, de egy másik dalt énekelnek, egy másik zsoltárt énekelnek. Így szól a jelenések 5. 7. versétől olvasom. A bárány oda ment, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. Amikor átvette a könyvet, a négy élő lény, ugye ez a négy bizonyos trón angyal, és a 24 vén, aki ugye a 24 papirendnek felel meg, leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, aranypohár tele füstölőszerekkel, ami a szentek imádsága. És új éneket énekeltek eképpen. Eddig azt énekelték, hogy dicsőség, tisztesség, mert te alkottál, te teremtettél mindent. Most egy új éneket énekelnek, mert megjelent a bárány. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél. Véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Izregessük, hogy mit is énekelnek. Miért énekelnek egyáltalán? Mikor szoktunk énekelni? Örök, Én meg bánatunk Ugye a legtöbb dal, vagy arról szól, hogy valami nagy veszteség ért bennünket, és a világ vajnalva még. Vagy éppen ellenkezőre olyan szerelmes vagyok fülig, hogy hú, a méterekkel járok a föld felett, és ha süt a nap, és kék az égéződ a fű, és minden frankó. Igen, amikor az érzelmek elárasztanak bennünket, és már nem elég elmondani, hanem költői formába kell önteni. Sőt, a költői forma sem elég már, hanem énekelni is kell, hogy valahogy kifejezzük azt az érzelem vihart, ami bennünk van, akkor fordulunk a művészethez, akkor fordulunk a költészethez, akkor fordulunk a zenéhez. Profétálás a költészet. A költőnek az a feladata, hogy kimondja a kimondhatatlant, és láthatóvá tegye a láthatatlant. A profétai munka ez. És nyilván az evilág költői, az evilág istenétől származó dolgokat öntik ilyen formába, az Isten emberei pedig a láthatatlan Isten valóságát. Mit énekelnek? ezek a vének a mennyben. Azt mondja, véreddel vásároltad, váltottad, mert etted meg őket, agoradzó, mondja a görög, hogy az agóra a piacot jelenti, elmenti a piacra, azt megvetted. Mint itt lenne a tököt vagy a káposztát, mikor jövünk be, ott integetnek. Megvásároltad őket. Kinek? Istennek. Kiket vásároltál meg? Embereket, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá és országa népévé tette őket. Szó szerint papságá és királysággá tette őket. Papságá és királysággá tette őket. Kiről van szó? Az ekléziáról. Honnan jönnek ezek az ekléziá? Minden törzsből. A törzs kifejezést a Biblia csak Izrael törzseire... Használja. Ez azt jelenti, hogy a törzs, minden törzsből, mind a tizenkét törzsből. Áldassék az Úr neve a zsidó honfitársainkért. Ő közülük is mindig van maradék, és ő közülük is mindig jönnek az élő Isten népéhez, a királyi papsághoz. Aztán minden nyelvből. Miért? Mert a nyelv ugye egyfajta közösségteremtő erő, a közös nyelv. Aztán utána, hogy minden nemzetből, ugye a Laos itt a, a kifejezés a ez a szó alapvetően egy, egy politikai egységnek a népét jelenti, egy birodalom népét jelenti. Ez, ezek lehetnek különböző nyelvű, különböző kultúrájú népek, de egy birodalmon belül, egy királyságon belül élnek, laknak. Ők az állampolgárai az államnak. És utána azt mondja, minden népből, ugye ez itt az etnos szerepel, ami azt jelenti, hogy mindenfajta nemzetből. Az etnosz kultusz közösséget jelent, közös kultúrájú népet. A kultúra meg ugye mindig a világlátásból, a kultuszból származik el. Tehát mit akar ezzel mondani, kifejezni az írás? Zsidók és nem zsidók? Nyelvi közösség, politikai közösség, kultusz vagy kulturális közösség? Mindegyikből hív ki az Isten magának ebbe a népbe, és elhívja őket. És mit csinál belőlük? Királyságot és papságot. Királyi papokká teszi őket. Ezt művelte, ezt tette a báránynak a vére is. Ezért énekelnek ők egy új dalt, már nem csak a Teremtő Isten dicsőítik, hanem a bárány, aki valami egész különleges dolgot tett, megvásárolt bennünket. Istennek. És mi a, miért kellettünk mi az Istennek, miért vásárolt meg bennünket az Isten? Azért, hogy királyokká és papokká tegyen bennünket. Bárhonnan is jövünk. Bármilyen törzsből, nyelvből, kultúrából. Államból érkezünk, az Istenéi vagyunk, és hogy uralkodjunk a Földön. Ez tehát a Szent Nemzetség, ez tehát a Királyi Papság. Hogyha ugye ránézünk erre a dologra, akkor azt látjuk, hogy a Királyi Papság nagyon sok mondani valója van, hát nyilván elsősorban a héberekhez írt levélnek. Én csak egy részt szeretnék mutatni, és ennek van egy fontos üzenete, és nagyon sok kérdés érkezik ezzel kapcsolatban, azért is gondoltam, hogy talán érdemes tisztába tenni. A héberekhez írt levél nyolcadik fejezete a következőképpen kezdődik. Az elmondottakban, már abban, amit az előző hétben elmond, ez a legfontosabb, tehát ez a levélnek a legfőbb üzenete, a legfontosabb üzenete. Mi a legfontosabb üzenete? Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Milyen főpapunk van? Aki én minden hatalom a mennyen és a Földön. Nincs nagyobb hatalom, mint az ő hatalma. Se menjen, se Földön, sehol a világon. Ővé a legnagyobb hatalom. Olyan főpapunk van, aki mindenre képes, akinek a hatalma mindenre kiterjed. És utána azt mondja, annak a szentének és igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Tehát van egy földi szenté, meg van egy mennyei szentély, És ő a mennyei szentén végzi a főpapi szolgálatát. És aztán utána azt mondja a negyedik fejezetben, vagy negyedik versben, ha tehát a Földön volna az Úr Jézus Krisztus, még csak pap sem lehetne, mert itt a Földön már vannak olyanok, akiket a szerint, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékot. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak. Ezek a levita papok. És ki az, aki a valóságban magába ment be, és a valóságosban magában szolgál, nem a képmásban? Ez pedig az Úr Jézus Krisztus, aki Jóda törzséből való. Tehát működne most egy földi szentély? Az Úr Jézus Krisztus betenné a lábát abba a földi szentélybe? Nem tehetné be a lábát, mert az sértené az Istennek a törvényét, és az Úr mindig is tiszteletben tartotta az Istennek a szavát és az Istennek a törvényét. És ezért van az, hogy mikor az ezer éves királyságban lesz szenté, azt állandóan újra tisztogatni kell, újra meg kell szentelni, mert az egész erről szól, hogy hiába erőlködsz, mégsem leszel önmagattól elég jó, és állandóan szentelgetni kell, és mutatják be az áldozatokat. És az emberek megbotránkoznak, hogy miért kell az áldozatokat bemutatni. Azért, mert a Földön az Úr Jézus Krisztusnak a földi szentét ő nem teheti be oda a lábát csak a levita papok. De fordítva is igaz, a levita papoknak semmilyen joguk és keresni valójuk nincs a mennyei szentélyben. Oda csak az Úr Jézus Krisztus teheti be a lábát, meg kik? Akiket megvásárolt magának. Minden törzsből, minden nyelvből, minden népből, és minden nemzetségből. Az Úr Jézus ott fent végzi a mennyei szolgálatát. Nekünk pedig mit mond, mi is vele együtt töltögethetjük a vizet a kezére ő megy be elő, mi pedig megyünk, utána. És bejárásunk van a szentek szentjébe, nem a földi másolatba, az igaziba, a mennyeibe. Ő, mint élő út, megnyitotta számunkra a lehetőséget, hogy mi magunk is odajárulhassunk a kegyelem trónjához. És amikor végzi a szolgálatát, az abban nekünk is részünk lehet. Mi is ott lehetünk vele együtt, és végezhetjük vele együtt ezt a szolgálatot. A közbenjárásnak, az imádásnak, a megszentelésnek a szolgálatát. Ez egy csodálatos, nagyszerű kiváltság. Egy igét szeretnék mutatni a Filippi levélből, hogy, hogy, Pál hogyan gondolkodott erről. Ugye a Filippi 2.17-ben a börtön, ez egy levél a börtönből ír a Filippi gyülekezetnek, ami egyedül volt olyan, aki ö, az összes térítő útján megmaradt mellette. Ez az egyetlen gyülekezet, ami soha nem fordult el tőle, mindig gondoskodott róla. Nehezen indult, ugye ott megverték, börtönbe zárták, ugye volt éneklés, kaloda, mindenféle börtönőr, de ezzel együtt ez, az, ez volt az a gyülekezet, ami mindig biztos kikötő volt pállapostól számára, és biztos hátország volt számára, mindig támaszkodhatott rájuk. Ezért is hívta oda őt az Isten annak idején. Na, ennek a gyülekezetnek a börtönből ír, és azt mondja, nem tudom, éleke halok-e, de úgy hiszem az imáitokért élni fogok. Ha nekem kéne választani, nem is tudom, melyik lenne jobb, mert elköltözni és az úrral lenni, az jobb lenne. Itt maradni pedig hasznosabb. Tehát most, ha döntenem kell, akkor a között van választásom, hogy a jobbat választom, vagy pedig a hasznosabbat válasszam. És aztán azt mondta, hogy úgy érzem, hogy még tudnék használni, úgyhogy azt hiszem, úgy gondolom, hogy maradok. És azt írja nekik, ugye a, a halálára célozva a 17. versben, sőt, ha ital áldozatul, kijöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, ugye papi szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Tehát azt mondja a pálapostól, hogy mi, mi fog történni, hogyha ő mártér halált kell, hogy halljon, az mi lesz? Egy ital áldozat lesz az ő vére. Az ital áldozat, most nem akarnék ebbe belemanyolódni, de a véres áldozatnak a kísérő áldozata volt. Mindig, amikor bemutattak egy áldozatot, annak a vérét az oltár ajára kellett önteni, és minden áldozatot kísért két dolog, négy összesen, egy F-a tized része lisztet kellett hozzáadni, ugye a liszt az értelemben az emberi természet képe, és kellett egy himbord, him tized része bort végig folyatni az oltáron, ami a vér utánozta. Mert ez az emberek által hozott áldozat, ami kíséri az egyszerű és tökéletes áldozatot, a mártíroknak a, vére. És kellett adni hozzá sót meg tömjén, de ez a dolognak a lényege amikor áldozatot mutattak be. Szóval, örülök, és együtt örülök mindjájatokkal, mert ez egy papi áldozat. <coughs> a ti hitetek ért végzem ezt a papi áldozatot, és ha ital áldozat leszek, akkor ez számomra öröm lesz, és ti is örüljetek neki. Ez, ez a dolognak az üzenete. Na most mi a papoknak a dolga? Ha egyszer ugye tisztáztuk, hogy Jézus a főpap, mi pedig mellette vagyunk a papok, mi a papoknak a dolga? A Malakiás 2.7-ben ugye, valakiás volt az utolsó próféta, a levélnek a nagy része a levitáknak és a papoknak szól, és azt mondja nekik, hogy tessék rendesen beállni a szolgálatba és végezni a szolgálatotokat. Meglepő, de ha elolvassátok Esdás Neimias könyvét, akkor azt látjátok, hogy a papok is, a leviták is volakodtak visszatérni a babiloni fogságból. A levitákat külön lasszóval kellett fogni. Szóval, amikor visszatértek, külön sorsvetéssel kellett az embereket kisorsolni, és aki a rövidet húzta, az ment Jeruzsálembe lakni. Nehéz idők voltak. Viszontagságok és szorongással teli eh, idők voltak ezek. És amikor a leviták és a papok a szentélyben ellátták a szolgálatot, immelámban látták el a szolgálatot. És ezért jön Malakiás, és megfedi őket. És azt mondja, nektek kellene élen járni az Isten szolgálatában. És ennek egy részét szeretném most felolvasni a Malakiás 2.7-ből. Mert azt mondja, mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a seregek urának követe ő. mi a papnak a dolga? A pap őriz egy tudományt. Miféle tudományt? Ismeri az Isten. Tudja, hogy hogyan kell az Isten szolgálni. Hogyan kell az Istent tisztelni. És amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor nem csak azért mentek fel, hogy bemutassák az áldozatot, hanem azért is felmentek, hogy tanuljanak az Istennek a tiszteletéről, az Isten tisztelet dolgáról. Egy másik, kevésbé ismert igét is szeretnék idehozni. A 2. királyok 17.25-ben van egy történet. Ugye ez arról szól, hogy az északi 10 törzset az asszíria fogságba viszi, és idegen népeket telepítenek be Szamáriába, az északi törzsek helyére, területére. De történik egy baj, ezek oda költöznek, és nem boldogulnak. És a következőt olvassuk a 2. királyok 17.25-től kezdetben, miután ezek a népek oda költöztek, nem tisztelték az urat, ezért az úr oroszlánokat küldött rájuk, és azok öldösték őket. Ekkor azt mondták azt a Szíria királyának, azok a népek, amelyeket elhurcoltál és Szamária városaiba telepítettél, nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét, ezért oroszlánokat küldött rájuk, és azok most öldösik őket, mivel nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét. Asszíria királya ezért megparancsolta, küldjetek oda egy papot azok közül, akiket onnan vittek, vitettek fogságba. Menjen el, lakjon ott, tanítsa meg őket, hogyan kell tisztelni az ország istenét. El is ment egy pap azok közül, akiket Szamáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ő tanította meg azokat, hogyan féljék az urat, hogyan tiszteljék az urat. Mi volt a papnak a dolga? Visszahitták. Mi volt a probléma? Az, hogy Isten a, a szent földön, a választott földön, a földdel kapcsolatban elrendelt bizonyos dolgokat, amiket ott meg kellett tartani. Minden hetedik napon parlagon kellett hagyni a földet, minden ötvenedik évben, hetedik napon hetedik évben, ugye Smita év volt, parlagon kellett hagyni a földet, nem volt szabad bevetni, nem volt szabad a mezőszegélyét learatni, a szőlőt nem volt szabad lemezgerélni, és így tovább. Volt egy csomó törvény, ami a földre vonatkozott. És mivel ezek a népek ezt nem tartották be, az az Isten ö, meglátogatta őket, és tudatta, hogy ez, ez még mindig az én földem. Lehet, hogy a nép elment róla, mert hátat fordítottak nekem, és megtagadtak engem, és én átadtam őket az ellenségeiknek, de ez még mindig az én földem. Izrael fiainak is azt mondta az Isten, hogy amikor eladjátok a földet, akkor számláljátok meg, ugye az 50. évben vissza kellett rendezni a viszonyokat, számláljátok, hogy hány év van még eddig az 50. évig, és az szerint számítsátok a földnek az értékét, mert azt mondja az Isten, ti csak bérlők vagytok nálam. A enyém a föld, ez az én tulajdonom. És ezért visszahívták a papot, és akkor a kohennek meg kellett tanítani ott a népeket, hogy hogyan és miképpen kell a földdel bánni, hogyan és miképpen kell azt tiszteletben tartani. És ezért volt az, hogy a szamaritánosok is megtartották a szombatot, meg megtartották a hetedik évet, meg megtartották a PEA törvényét, a mezőszegélyét, meg az összes többi dolgokat, mert Különben a Föld megharagudott rájuk, és kivetette őket, mert az az Isten földje volt, attól függetlenül, hogy őket idegenként az asszírok oda betelepítették. Oké. Még egy híres igényt szeretnék mutatni az egy Samuel 3.7-ből. Ugye Sámuel kisfiúként oda kerül a sílói sátorba, és Isten szólogatja őt, és ugye van ez a híres történet, hogy szól neki az Isten, nevén hívja, nevén szólítja, azt mondja, Smuel kiszalad Élihez, mert azt hiszi, hogy Éli hívja. Annyira valóságos volt a hang, ami megszólalt. És Éli csak harmadjára jön rá, hogy valószínűleg az Úr szólítja a gyermeket. És azt olvassuk az 1 Sámuel 3 hétben, mert Sámuel még nem ismerte az Urat, mert még nem fették fel, nem fedetett fel előtte az Úr igéje. Szó szóval szerint nem mesztelenítették le az Úrnak az igéjét előtte. Nem fedték fel. Mi volt a baj? Sámuel miért nem tudta, hogy az Úr szólítja őt? Mert még nem volt megtanítva, mire az Istennek a... Az igéjére, az Istennek a beszédére. Ha meg lett volna tanítva az Istennek a beszédére, ismerte volna az Istennek az igét, akkor tudta volna azt, hogy az Isten szólt Mózeshez, meg szólt Ábrahámhoz, meg a kerubok közül szólt az emberekhez, meg a néphez, meg minden e féle, és akkor tudta volna, hogy ki az, aki a, ugye hallotta a hangot, hogy a kerubok közül, onnan a szentek szentjéből szólítják, de nem tudta, hogy ki az, aki hozzá szól. Még nem ismerte az Isten. Miért? Mert az Isten igényéből kellett volna megtanulnia mit az Istennek az ismeretét. Na most a jó hírem az az, hogy az Újszövetségben mit mond az írás, hogy az Újszövetség fontos ígérete, nem kőtáblákra van írva a törvény, hanem hova van írva a törvény? Hát hol van az Isten ismerete? Benned van. És ezt mindig el szoktam mondani emlékeztetvén magamat is, meg mindenki mást is, hogy amikor mi prédikálunk, nem azért prédikálunk ezekről a dolgokról, mert nem tudod, hanem azért, mert tudod. Ott van benned. Ott van a Szentlélek benned. Az ismeret, az Isten ismeret teljessége lakozik benned. Nem olyan könnyű ezt onnan, a mély vízből előhozni. Nem olyan könnyű ezt ebből a kútból ö, ö, kiszippantani néha. Néha könnyű, mert felfogad magától, néha meg nehéz megtalálni ezt a bölcsességet. És mi, mi, miben tudunk neked segíteni? Abban, hogy ez fel tudjon jönni az elméd elé. Fel tudjon jönni a tudatod elé. A lelkedbe is ö, megjelenjen, és, és tudatos legyen. Hogy ö, ú, de úgy járjál, mint Sámuel, hogy szólít az Isten, és azt se tudod, hogy ki az. Nem tudod, mit kell csinálni. Nem tudod, mit kezdjél vele. Mondok példát. Tanítunk a karizmákról. Az emberekben működnek, a hívőkben működnek a karizmák. Ott is működnek a karizmák, ahol nem tanítanak ezekről. De ha tanítanak erről, akkor könnyebb felismerned, és tudod, hogy aha, na ez az. És könnyebb ráfeküdnöd, és könnyebb használnod, mert meg vagy tanítva rá. Ha nem vagy megtanítva rá, akkor jössz, mész, ösztönösen ráérzel, az Isten akkor is használ téged, de jobb, ha meg vagy rá tanítva, mert sokkal tudatosabban és ezért sokkal hatékonyabban tudod ezt a dolgot használni. És így van ez a mennyei dolgokkal, így van ez az Istennel. És már az ezer éves királyságról is azt olvasjuk a profétáknál, hogy tíz pogány akaszkodik egy zsidónak a palástjába, és azt mondja, hogy veled akarunk menni, gyere, taníts meg bennünket az Istennek az ismeretére. És ez az elhívásunk, és ez a mennyi Jeruzsálemnek, a mennyei papságnak is az elhívása, hogy amint megismertünk Istenből, amit megértettünk Istenből, az továbbadjuk az embereknek. Továbbadjuk egymásnak, és továbbadjuk azoknak, akik nem ismerik az Istent, vagy még nem ismerik az Istent azon a területen, amin az Isten nekünk már kijelentette magát. És azért Isten egy főpapot adott, ő tökéletes, ő mindent tud, ő maga megtestesült, igen. Mi pedig rész szerint birtokoljuk az ismeretet és a tudást, de Isten azt akarja, hogy növekedjünk ebben az ismeretben, növekedjünk ebben a tudásban. És azért van az, hogy itt a Földön is az Isten ismeretét osztjuk már meg az emberekkel, mert a mennyben is ezt fogjuk csinálni. A földi Jeruzsálem is erről szólt, hogy az emberek felmentek oda, legalább egy évben háromszor elzarándokoltak, ott töltötték az időt, és tanították őket a szent dolgokról. Tiszta, tisztátalan, meg lehet enni, nem lehet megenni, így kell csinálni, úgy kell csinálni, ilyen nap, olyan ünnep, ez, itt egy parancs, ott egy parancs, 613 elvárás, meg az összes többi, meg az amúgy, meg az emi, innen kell tekerni, onnan kell nyomogatni. És mentek, és tanultak, és művelődtek, és izé. És ma is, hogyha elmész egy, egy ortodox zsidó embernek az élete, tanulásból áll. Tanul, 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 tanul. El akar mélyedni az Istennek az ismeretében. És a Mennyi Jeruzsálem is erről szól. Mi a Mennyi Jeruzsálemnek a fiai vagyunk. Mi nem egyszerűen az árnyékokról tanítjuk az embereket, nem a képmásokról, a szimbólumokról tanítjuk az embereket még a valóságról tanítjuk az emberek. A menny valóságáról, a főpap valóságáról, a Krisztus valóságáról. Hello! Szent nép, figyelj ide! Erre vagy elhívva! Tessék növekedni az Isten ismeretébe. Tessék kibányászni azt, ami benned van, a tudást, ami benned fel van írva a szíved hústáblájára. Tessék ebben növekedni. Nevesd meg az Istennek az ismeretét. Nevesd meg annak a lehetőségét, hogy Te az Istenről még többet és még mélyebben megtudsz. És ez nem csak egy fejtudás, nem csak egy fej ismeret, hanem egy olyan fajta megismerés, amit a, a Biblia nem tud másképp kifejezni, csak a férfi és a nő kapcsolatával. És azt mondja, aki a paráznával egyesül, egy test vele. De aki az Úrral egyesül, egy szellem vele, ez több, mint a betűnek az ismerete, ez több mint olyan tudás, amit az Isten iskola padban meg lehet szerezni. Ez maga az Élet. Maga a valóság. És királyi papságként erre vagy elhívva, hogy egyre többet tudj, egyre többet ismerj, és ezt a tudást, ezt az ismeretet megoszd azokkal, akik ezzel még nem rendelkeznek. Nem mentek haza, addig fogok prédikálni, amíg le nem esik nektek, hogy ez a küldetésetek. Tudod miért? Azért, mert ha beleállsz a küldetésedbe, boldog leszel öröm azt csinálni, amire az Isten megalkotott és megteremtett téged. Ellenben a mindenféle pótcselekvésekkel elvonja az ördög a figyelmedet erről a nagyon fontos dologról. Foszi VB lesz, gyerekek! Kit érdekel? Megnézheted a meccset, tök jó, semmi gond vele nincsen. De az elhívásod nem erre szól. Mi? A Katar fog játszani? Kivel? A nyitó meccsen? Ekvádor, Katar? hú. De hideg sört sem merjük bekészíteni, nehogy a sejkek meghalagodjanak. Jó, ez nincs ezzel baj. Frankó minden. De a helyzet az, hogy szeretném érezni az izgalmát annak, amikor a szent nép összegyülekezik. Az izgalmát annak, hogy tanulni fogunk az Istentől. Az izgalmát annak, hogy Isten szólni fog hozzánk, hogy az Isten kijelentést uh, fog adni, hogy nem úgy megyünk el, hogy idejöttünk, mert az Isten meglátogat bennünket. És erre vagyunk elhívva. Szent Nemzet, Királyi Papság, megtartásra való nép, akit Isten elment és megvett a piacon magának azért, hogy Királyi Papság és Szent Nemzet legyünk. Ezek vagytok ti, drága testvéreim. Értékesek, fontosak, és igen nagy és becses ígéretek részesei, és igen nagy és becses elhívásnak a részesei. És ami csak kell, ott van az írásban, ami csak kell, ott van a szellemben, és ami csak kell, összejövünk azért. Hogy tudjunk növekedni, hogy tudjunk fejlődni. Mert kíváncsi vagyok arra, hogy neked az Isten mit jelentett ki magáról. És te legyél kíváncsi arra, hogy nekem az Isten mit jelentett ki magáról, meg rólad, meg rólad, meg akármiről. Amen. És amikor az Isten szól, amikor az Isten szól, akkor minden jó lesz. Akkor minden rendben jön. Szent Nemzet. És honnan hívja ki Isten az embereket? minden népből, törzsből, nyelvből, népből, nemzetből. És ezért hagyd legyen az árszóm egy intő szózat. Isten nem nacionalista. Három olyan igehelyünk is van, ahol az ige ezt hangsúlyozza is. Szeretném zárszóként még megmutatni ezt. 1 Korintus 12, híres rész, ugye a karizmákról szóló híres rész, ahol elmagyarázza, hogy a karizmák is különbözőek, ahogy a testtagjai is különbözőek, mégis egyetlen egyetséget alkotnak. Ugye így szól az 1 Korintus 12.13. Hiszen egy szellem által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, egy testbe merültünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy szellemmel itattattunk meg másik még híresebb igerész a Galata 3, 27-28-ban van, ahol azt mondja az írás, mindegy, hogy honnan jöttél, Krisztusban egyek vagyunk. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, aki Krisztusba merültetek, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, se görög, nincs szolga, nincs szabad, nincs férfi, nincs nő, minnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ez a szent nép és hogy két-három bizonyságra megáll minden, Kolosse levél, harmadik rész, kilencedik vers. Nincs többé. Görög és zsidó. Menjünk vissza, ne hazudjatok, az jó, az... <coughs> Megfordulató ége, köszönöm. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert a cselekedeteivel együtt. A hazudás az kinek a dolga, az a régi emberi és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. A az, az teremtőjének képmására az nem egy külső hasonlóságot jelent, hanem hogy olyan leszel, mint az Isten. Olyan szent, olyan igaz, olyan szeretettel teljes, olyan irgalmas, olyan hűséges, olyan könyörülő. Miért újul meg? Hogy egyre jobban megismerje őt. Mi a megújulásod záloga? hogy újat tudsz az Istenről. Ne und meg, nehogy azt itt, hogy már mindent tudsz, mindent ismersz. Akarj újat tudni, újat ismerni. Tegyél fel kérdéseket, legyél kíváncsi. És ez a belső embered megújulásának a záloga. És itt Krisztusban, azt mondja a 11. vers, már nincs többé görög és zsidó. Körülmetéltség és körülmetéletlenség. Barbár és kíta, itt előfordulnak a magyarok is, ugye ez a szitja szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Drága testvéreim, áldás, hogy magyarok vagyunk. Isten ezt ajándékba adta nekünk, élvezzük. Nincs ezzel semmi probléma, semmi gond. Nagyon helyes, hogyha a város jólétéért teszel, az állam jólétéért teszel, ha patrióta vagy, ha lokálpatrióta vagy, ez mind kívánatos jó dolog, az iskolaszékben benne buzogsz, és az iskolát jobbá akarod tenni, ez mind frankó és mind klassz dolog. De tudnod kell, hogy a szent nép, ez messze több ennél. Hogy a testedet nem viheted fel a mennybe. És ezek mind a testi identitásunkhoz kötődnek. Férfiak vagyunk és nők vagyunk, nem baj. A férfiúságodat cizellálod, a nőségedet cizellálod. Nincs ezzel semmi probléma, de tudnod kell, hogy a mennyben nincs férfi, nincs nő. És Krisztusban sincs férfi, és nincs nő. És nincs zsidó, és nincs görög. Míg ebben a testben vagyunk, van zsidó, van görög. De az identitásunk szempontjából sokkal fontosabb az, hogy mennyi lények vagyunk. Az identitásunknak három nagyon fontos eleme van, mint ahogy testből, lélekből és szellemből állunk. A testi identitásunk ez, hogy görögök vagyunk, meg zsidók vagyunk, meg szitják vagyunk, meg férfiak vagyunk, meg nők vagyunk. A lelki identitásunk az, hogy emberek vagyunk. És az Irgalmas Szamaritánus története pontosan erről szól, hogy ezeken, hogy milyen a vallásod, meg milyen az etnikumod, meg milyen nyelvet beszélsz, meg izé, fölül kell tudni emelkedni a bajban, mikor az embertársad bajban van. Ott nem számít, hogy ő milyen vallású, meg milyen etnikumú, csak az számít, hogy ő is egy ember. És ez nem írhatja felül se az etnikumod, se a vallásod, se a felekezeted, se semmi se. Mert ember vagy, mindenek előtt. És ha fölülírja, a nemzeti hovatartozásod, meg a nem tudom én micsodád, az, hogy ember vagy, akkor egy soviniszta, nacionalista barom leszel. Ha fölülírja az, hogy férfi vagy, az, hogy ember vagy, akkor egy hím barom leszel. De a legfontosabb identitásunk a harmadik, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk, és hogy Krisztushoz tartozunk, a szent néphez. És ezért, mikor a szent néppel találkozunk, az már messze több, mint, mint az, hogy ember és ember közt össze vagyunk kötve és össze vagyunk kapcsolódva. És ezért atyám fiai. Ilyen, hogy nemzeti prófétálás, meg nemzeti egyház, meg ilyen nincsen. Isten a nemzet. Rómaiak. Isten a nemzetekből hívja ki az ő szent népét. Ne akarjuk már visszavinni oda őket, ahonnan az Isten őket kihívta. nem menjünk vissza Egyiptomba, emberik. Ha kihívott bennünket az Isten. A helyi értékén kell kezelni ezeket a dolgokat. Ezért higgyétek el, amikor jön egy proféta és azt mondja, hogy az Istennek a magyar gyülekezetekkel, a magyar hívőkkel különleges terve van, lehet tudni, hogy hamisan profétál. Nincs ilyen. Isten szemében nem számít az, hogy te magyar vagy, vagy orosz vagy, csak az, hogy hívő vagy. Istennek ugyanolyan jó terve van az orosz hívővel, az ukrán hívővel, a magyar hívővel, a némettel, a roma hívővel, a svábbal, a mindenkivel. A szerbekkel, ugyanaz a jó hívő emberekkel, ugyanaz a jó terve van, nem kivétel ez egyetlen nemzettel se, kivéve a zsidókat. Ők az egyetlen, akik azt mondhatják, hogy az Isten minket is kiválasztott valamire, hogy ezt a darab földet az Isten kiválasztotta és nekünk adta, mert az ő népe vagyunk. Azért azon a darab földön mondhatják, máshol nem. És a kiválasztás feladatot ró rájuk is, feladatot ró ránk is. De az, hogy az, amikor mondják, hogy a magyar nemzetnek különleges szerepe lesz a nem tudom én, nem lesz. Ez egyszerűen nem igaz. Az Isten nem így gondolkodik, nem ebben gondolkodik. Ne dőljetek be ezeknek a dolgoknak. Ezek áldott aranyos testvérek, akik ezt elmondják, jót akarnak, jót szeretnének. Puszi a jobb orcájukra, puszi a bal orcájukra, nem arról van szó, de amit mondanak, az nem igaz. Nem biblikus, nem Isten szerint való, nem az Isten gondolata szerint való. Isten kihívott magának. Minden, népből, nemzetségből, etnoszból, laoszból, glossából, füléből, már nem, ugye. Az a törzset jelenti görögül. És mi egy mennyei nép vagyunk, aki nem ezen a földön honos. És még a testben vagyunk, vannak a testhez kötődő fontos identitás elemeink. Jó, hasznos ezeket megélni, de mi, egy, de mi mennyei elhívás részesei vagyunk. Szent nép. És csak egyetlen igét szeretnék még megemlíteni zárásképpen, amikor nagy vita támadt, hogy most akkor a pogányokból először zsidókat kellett csinálni, és körül kell őket metélni, hogy üdvözülhessenek -e, ne, vagy nem az Abcsel 15-ben, akkor tudjuk, hogy Péter volt az, aki felállt, és elmondta, hogy mi is volt a Cornélius házába, és emlékeztette a, 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 a bár már vitába, hogy a nem kicsi vitatkozás támadt. Tehát most a, igen, tehát a, a tépték egymás szakálát, és szóval ne úgy képzeljétek el, hogy olyan decensen vitatkoztak, hogy nem. Péter vetett véget a káosznak, akkor lecsellapodtak, meghallgatták Pálapostolt, meg Barnabást, hogy elmondták, hogy az Isten mi mindent cselekedett a pogányok között. És utána felállt Jakab, és elmondta a dolgokat, és így vezeti be a mondani valóját, házi feladat, utána olvasni. Hallottátok Kéfástól, hogy az Isten hogyan gondoskodott, hogy népet vegyen magának a pogányok közül. A nemzetek közül. És ezért az eklézia a nemzetek közül kihívott szenteknek a közössége. És a szentek közösségében nincs helye a zsidózásnak, a görögözésnek, a szitjázásnak és az összes többinek. Ezt szeretném a szem előtt tartanátok, üvöltenek a fenevadak, üvöltenek a farkasok, és így tovább, van elég gond a világban, de higgyétek el, hogy ezekre a gondokra a lángoló nacionalizmus nem lesz megoldás. Az egyházban pedig tudnod kell, hogy Isten ajándéka az, hogy magyar vagy, hogy roma vagy, hogy ruszin vagy, hogy mit tudom én ki vagy, szlovák vagy. Ez az, Istennek az áldása, az Istennek az ajándéka a számodra. Élj vele, örülj neki, nincs ezzel a világon semmi probléma. De tudjad, hogy az Isten kihívott téged a te népedből. Kihívott téged a te nemzetedből, ahogy Ábrahámot is kihívta. Kihívott téged ebből a látható világból, és mennyei papsággá tett téged. Szent nemzeti. És ne menjünk vissza oda, ahonnan az Isten egyszer már kihozott bennünket. Azt ne engedjük meg. Ott húzzunk egy piros vonalat, és mondjuk azt, hogy ezt már nem. Ennek nincs értelme. Ezért legyünk profétaiak, meg legyünk akármilyenek, Örüljünk a nemzetünknek, örüljünk annak, hogy magyarok vagyunk, örüljünk annak, hogy ebben az országban élünk, tegyünk az állam jólétére, a város jólétére, a falu jólétére, az iskola jólétére, a vittamén Legyünk jó állampolgárok, tisztes, rendes emberek, de tudjuk azt, hogy a mi elhívásunk egészen más. Ki lettünk hívva abból, ami csak a testet, testhez kötődik és csak a testet szolgálja. Ennek boldog tudatában imádkozzunk akkor. És kérem az zenekart, hogy gyertek.